hogy mi történt most, hogy 60 éves lett, hát ez semmi. Hát persze, hogy nem történt semmi ilyesmi, nagyon egyszerű a magyarázat. A múlt évben bejött a bombó, tehát az, hogy kérdeztek, milyen 60 évesnek lenni. Mondtam, hogy hát nem tudom, Ábrahám fiam 6 éves, és körülbelül olyan, mint Ábriska. De Ábriska 6 éve, az én 60 évem. Nem kell ezt talán túl mitizálni, nem búcsúszkodás ez, mert hát még nyugdíjig legalább még 3-5 évet még ott leszek. Kezdetén is lehet néhány évtizedet. Hát mondjuk azért írni jobb. Sok feladat volt az, hogy főszerkesztő, és ugye a megyei fenntartású lap. Ez hogy van ott Romániában? Mennyire figyelnek arra, beleszólnak-e egyáltalán? Van-e egy olyan fajta irodalompolitikai keret, vagy megkötöttség, hogy az embernek ügyelnie kell esetleg bizonyos dolgokra, hogy azt azért inkább ne mondjuk ki, meg vigyázzunk, meg... Hát mondjuk ilyenekben minimális az, amivel a megyei tanács beszáll. De beszáll. A labba. Beszállnak, de ez mindig minimális. Rengeteg, egyre több papírmunka jött, tehát a 90-es évektől erre felé meggyűlt. De hogy beleszólnának magába a tartalomba, vagy hogy a cenzúrának az apró árnyéka is, mondják, ehhez mondjuk férne egy-egy irodalmi, olyan nincs. Tehát ez egy kis szerkesztőség, ugye összesen vagyunk 10-11-en, 6 szerkesztő, mindenütt ennyi szerkesztő van a romániai magyar lapoknál, tehát olyan magyarországi lapoknál nincs mindenütt ennyi. Ne, tehát olyan komótosan, nyugodtan meg lehet csinálni különben a lapot, jó kedvel. Egy szerkesztőségnek az élete úgy is azon múlik, hogy hát dolgozunk is, de beszélgetünk. Ez gyerekkoromból tudtam, mert édesapám is szerkesztett az utat. Aztán igen, de ő az utunknak, az induló utunknak, a Gál Gábor alatt a szerkesztője volt. És azt mondta, hogy a kisfiam a szerkesztőségben mindig az a jó, hogy irodalomról lehet beszélgetni, és hogy jókat lehet közben beszélgetni. Szerintem, én remélem, hogy nem csak a látónál van így, ez egy termékeny állapot ilyen szempontból.